Vigyázz! És megindult, az égtelen vágta. Az oroszlányi bányásznap egyik hagyományos programeleme a csilletoló verseny, amelyre idén 8. alkalommal lehetett nevezni. A szokásoknak megfelelően a polgármesterek csapata indította útjára a futamot. Az idő még van mit javítani, de azt gondolom, hogy tényleg kiváló a csapat. Minden évben hagyományosan most már évek óta megrendezzük oroszlányon a csilletoló verseny bányásznapkor, bányásznap szombatján délelőtt. Kiváló csapatok vannak, a testvértelepülések csapatai, tűzoltók, rendőrök, bányászenekar, térség polgármesterei. Most is ez a csapat futotta a tiszteletkört, a próbakört, vagy a mintakört, ha úgy tetszik, és vagy valamik polgármester csilléjét toljuk, tavaly nem volt a pandémia miatt, akkor én is toltam. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy elengedjük a hétköznapokat, a bányásznap úgyis kiváló közösségi és városi program. Évek óta itt Oroszlányon különösen évtizedes hagyományai vannak az ünneplésének és a közös városi együttléteknek. Ez egy kis üde színfoltja a bányásznapjainknak az elmúlt években, és mindig jó bíztatni a csapatokat. Itt a részvételről szól, és az együtt ünneplésről és az együtt szórakozásról szól a verseny, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor egy 3 perc 31 másodperces időt futott a polgármesterek megerősített csapata. Voltak nagyon jó eredmények, itt az elmúlt években egy perc alá is ment talán a megadott távolságnak a megtétele, de azt gondolom, hogy tényleg ebben a közegben, és itt igazából ez a részvételről szól, és arról, hogy egy kicsit örüljünk együtt. Az idei csilletoló versenyre 13 csapat nevezett. A férfiak mezőnyében az oroszlányi rendőrkapitányság végzett az élen. Őket a Pepe, majd a Triboys, azaz a triatlonisták követték, akik azt is elárulták, hogyan készültek a versenyre. Az egésznek az a taktikája a forduló. Ha elrontod, akkor ott ilyen 5-6 másodperceket lehet veszíteni. És nyomjuk! A mezőny egyetlen női csapata, amely szintén triatlonistákból állt, külön díjban részesült. Jó, 17 másodperc.